Köszöntöm Önöket! A Tápjóposzt magazin idei 19. adását látják. Mai műsorunkban úri testületi ülésének összefoglalóját, a tápjószecsőn rendezett családi délután, a Sűsápon átadott baptista imaház és a tápjószecsői születi felvonás képeit láthatják. Műsorunk második részében az augusztus 27-én megrendezett Sűsápi Városnap kulturális programjairól készült összeállításunk lesz látható. Tartsanak velünk! 2016. augusztus 30-ai képviselő testületi ülésén Úriban a képviselő testület, miután a napirendi pontokkal egyetértett, egyhangulag 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta Haraszti Imre két ülés közötti intézkedéséről szóló tájékoztatóját. A 2016 évben benyújtott pályázatokról elhangzott. Az utak felújítására pályáztak 300 millió forintos összeggel. 2015-ben benyújtott, 2016-ban kivitelezett pályázatokról megtudhattuk. Az óvoda tetőszerkezet felújítására 9,2 millió forint, a művelődési ház belső felújítására, amely folyamatban van, 17,8 millió forint pályázati támogatást kapott a település. A házasságkötő terem belső felújítása 1,3 millió forint, a polgármester hivatal tetőcseréje megtörtént, 13,4 millió forint volt a beruházás költsége. Ezek a 44 milliós adósságkonszolidációs pályázati támogatásból kerültek finanszírozásra. A Mendei úti partfal is elkészült, erre 83,6 millió forint pályázati támogatást nyert Úri. Digi TV, folyamatosan történnek a bekötések a településen. Csatornázással kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy több ingatlan tulajdonos úgy gondolja, nem kötett rá a hálózatra, pedig a talajterhelés nem kis összegbe fog kerülni számukra. Az Ökovíz Kft.-hez benyújtotta Úri is a szerződés felmondását, ami szeptember 30-ával hatályosul. A fő probléma, hogy a zöld hulladék elszállítását már évek óta nem végzi el a cég, ezért kezdeményezték a szerződés felmondását. Sűsáp és Kóka már szeptember 1-ével új szolgáltatót váltott. A testület megtárgyalt és elfogadta a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását. Jóvá hagyta a 2016 első fél évi gazdálkodásról szóló beszámolót, elfogadta az adóztatásról szóló írásos beszámolót. Egyhangulag elfogadta az új közbeszerzési pályázatot, döntött arról, hogy a korábbi közbeszerzési pályázatot hatályon kívül helyezi. Megbízza Borosné dr. Szlivka Amáliát az anyakönyvi és népesség nyilvántartási feladatok ellátásával. A képviselőtestület egyhangulag úgy döntött, hogy az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatására kiírt 2016. évi pályázatot benyújtja az alábbi célok megvalósítására. A főúti járda felújítása a Rákóczi út 1-től a templomig 10 millió forint, a Rákóczi út aszfaltozása a buszfordulótól a végéig 20 millió forint, a település rendezési terv elkészítése 7 millió forint, a település rendezési terv elkészítése 7 millió forint, a fennmaradó teljes összeg 9 millió forintot a Bartók Béla út helyreállításra kívánja fordítani. Döntött arról, hogy az Úri Községért Közalapítvány könyvvizsgálói díját 50 ezer forint összegben biztosítja a tartalék alapból. Megtárgyalta a karácsonyi diszkivilágításhoz szükséges oszlopcsatlakozó szekrények felszerelésére kapott árajánlatot, és úgy döntött, megrendel 6 darabot, melyet a buszmegállóknál fognak felszerelni. A polgármester úr tájékoztatta a jelenlevőket, hogy október 1-én születi felvonulást szerveznek, ahová minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Tápjószecsőn a rendezvényház adott helyet annak a családi délutánnak, melyet a Bátor Tábor Alapítvány részére szerveztek meg. A rendezvényre főként a kisgyermekes családokat várták a szervezők. Tápjószecsőn a rendezvényház udvarában vagyunk, nagyon sok gyereket láttok itt vendégül. Miről szól itt ez a mai nap? Ez a mai nap a Bátor Tábor Alapítvány számára szerveztünk egy gyűjtést, tulajdonképpen megmutatjuk az itt élőknek, hogy milyen sportolási lehetőségeik vannak a gyerekeiknek, illetve sok-sok programmal kedveskedtünk nekik, van hét próba, ugrálóvár, családi futás, ovis futás, különböző programok, tulajdonképpen családi nap a Bátrakért elnevezést kapta.
főleg a gyerekeket várjátok? Természetesen, főleg kisgyermekes családoknak készült ez a mai nap. A programok is úgy vannak összeállítva, hogy a kisgyerekek együtt tudnak játszani a szüleikkel. Szerintem egy nagyon szép délután tudnak együtt tölteni, amire nagyon sokáig emlékeznek, és nagyon sokáig töltődnek belőle. A belépő díjakkal támogatást is lehet adni. A belépő díjak egyértelműen már az adománygyűjtő dobozba kerülnek, ezzel a Bátortábor Alapítványt támogatjuk, ami 15 év óta támogatja súlyosan beteg gyerekek táborozását, ők itt ingyen táboroznak, és élményterápia van az egész tábor alatt számukra. Ez nagy részt feltöltődést kapnak, a betegségük leküzdéséhez erőt kapnak, illetve a komfortzónájukból minden program alatt igyekszünk őket kimozdítani az élményterápia segítségével, és ennek ugye különös hatása van a gyerekekre, hiszen van olyan gyerek, aki tériszonyos révén fölmászik egy 9 méteres pelenka oszlopra, és ez iszonyú nagy élményt ad, és az élményeket nagyon a tábor alatt feldolgozzák, átbeszélik az önkéntesekkel, és ezután a hátralévő életüket tulajdonképpen nagyban segíti, hogy újra belerázódjanak a közösségbe. Itt ugye saját korosztályukkal táboroznak, tehát baráti kapcsolatokat építenek, amit addig ugye a kórházban sajnos arról le kell mondaniuk, hiszen ott azért nem közösségben vannak. Most itt, ha minden igaz, nincsenek ugye beteg gyerekek, akik számára a gyűjtést szerveztétek, illetve ezt a programot, ami által ugye gyűjtötök számukra. Nem tudok róla, de szeretettel vártuk természetesen őket is, de egészséges gyerekeket is épp úgy szeretettel vártunk. Több program, erről beszéltél is már, amivel készültetek. Ezek a programok felajánlásból, vagy miként kerültek ide? A hét próba az tulajdonképpen az én segítőim által került megrendezésre, különböző próbatételeket kell együtt a családoknak leküzdeniük, és ha ezek a próbatételeket sikeresen elvégezték, akkor egy közös családi fotót készítenek róluk. A fotósunk is önkéntes alapon felajánlás révén jött hozzánk, illetve a színpadi programokat is tulajdonképpen szívességből jöttek el, és nagy örömmel álltak a kezdeményezésünk mellé. Ez egy délutáni program, ha minden igaz. Most a délután közepén tartunk, nagyon szépen haladnak a programok, egymás után jönnek a fellépők. Meddig tart ez a mai nap? 6 órakor lesz egy közös lezárása ennek az egész napnak, ez egy közös tánccal fog zárulni. Tulajdonképpen egy kicsit a tábor hangulatából szeretnénk idevetíteni ezzel a családoknak, bepillanthatnak, hogy milyen lehet egy tábor este hangulata, illetve a program maga az 7 óráig van meghirdetve. Tápió Szecsőn az Offella Sándor Alapítvány szervezésében idén is megrendezésre került a szüreti felvonulás. Idén a vendégnép tánccsoport Gombáról érkezett. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az 5. zenés táncos szüreti felvonulásunkon. Előtte is voltak ilyen szórvány felvonulások, csak akkor úgy csinált a lakosság, hogy belülről a függöny mögül nézett csak bennünket, nem mertek kijönni, és akkor 5 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy mindegy, hogy kijönnek, nem jönnek, végig megyünk, és mi táncolunk, búcsúzunk a nyártól. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Bata József polgármester urat, és kérném, hogy nyissa meg a szíretünket. Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ahogyan itt hallhattuk ebbe a stílusba az 5. szüreti felvonuláson Tápió Szecsőn. Mi kell a szürethez? A szürethez állítólag 3 komoly dolog kell, szőlő, amit a nap megérlel, illetve 4 elnézést, a gazdák, akik gondozzák, és ami lesz belőle, a bor. Hát a napsütés az megvan, láthatjuk, gyönyörű időre ébredtünk. A szőlő remélhetőleg még fellelhető Tápió Szecsőn sok helyen a kertekben, vagy a régi szőlőhegyen.
és hát a napsütés az megvan, és a dolgos kezek pedig itt vannak, remélem, hogy amikor a fölvonulás befejeződik, akkor mindenki otthon leszedi a már megérett csemegeszőlőt, hogy meg is lehessen kóstolni. Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak arról, hogy a tápiószecsői szőlő művelés hagyománya, ami ugye visszaszorult az utóbbi 20-25 évben, hogyan módosulhat, hogyan javulhat, hogyan tudnánk ezt föllendíteni. Mikor lehetne erről néhány szót mondani, ha nem a születi felvonuláson? Az önkormányzat kezdeményezésére és néhány szőlős gazda kezdeményezésére a tápiószecsői öreg szőlők szőlőhegyet ismét fölvetettük az országos szőlőkataszterbe. Tehát akinek van kedve hozzá, hogy nagyszülei szőlejét ismét elkezdje művelni, hogy abból aztán nagyon finom borokat készítsen a baráti körnek, a családnak, az most hivatalosan is megteheti, tápiószecsőn innentől hivatalosan is lehet szőlőültetvényt telepíteni. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és ilyen sokan csatlakoznak ehhez a felvonuláshoz, hogy ne legyek ünneprontó, és inkább a kedvet próbáljam meghozni ehhez a gyönyörű napi születi felvonuláshoz. Mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó evést és ivást, végül gondolom, hogy nem mennek el szárazon a vendégek. Az idei születi felvonulást ezennel megnyitom. Köszönöm szépen. Most egy picit visszatérünk műsorosokra. Elsőként helyi népegyüttest köszönteném gyerkőceinket, óvodásokat és a vendégegyüttesünket, Gombáról, a Rozmarink táncegyüttest. Minden évben egy-egy csoportot próbálunk vidékről is hívni, most őrájuk esett a választás. Bor, 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 minden jó ez a piros bor. Bor, 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 minden jó ez a piros bor. Hazasszony szí belőle, félre áll a kantya tőle, bor, 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 minden jó ez a piros bor. Hazasszony szí belőle, félre áll a kantya tőle, bor, 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 minden jó ez a piros bor. Bor, 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 de jó ez a fehér bor. Bor, 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 de jó ez a fehér bor. Hazasszony sokat iszik, józanodni orba teszik. Bor, 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 de jó ez a fehér bor. Hazasszony sokat iszik, józanodni orba teszik. Bor, 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 de jó ez a fehér bor. Bor, 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 jó szecsői rizling bor. Bor, 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 jó szecsői rizling bor. Ha az asszony kotyorgatja nyújtófát, az ember fogja. Bor, 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 jó szecsői rizling bor. Ládát, cifra, ládát.
Sűsápon 2013-ban kezdődött meg a baptista imaház újjáépítése, most átadásra került az épület. A megnyitón többek között jelen volt Horinka László, Sűsáp polgármestere, valamint Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára is. Sűsápon átadásra került az újjáépített baptista imaház. Az imaház udvarán Kelédi Márton beosztott lelkipásztor köszöntötte a vendégeket. Az imádság, valamint a 135. Zsoltárból való felolvasást követően felkérte az imaház megnyitására Mészáros Kornélt, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkárát, Horinka László polgármestert, Bákonyi Tibor gyülekezetvezetőt, valamint László Gábor vezető lelkipásztort a szalag átvágására. Ezt követően a meghívott vendégek elfoglalták helyeiket az imaházban. A közös éneket követően az építkezésről beszélt Váradi István, az építkezés felelős műszaki vezetője, a Rákos Csabai Baptista gyülekezet vezetője. A 12 tagú gyülekezetnek döntenie kellett, hogy a meglevő imaházat újítja fel, vagy egy új ingatlan vásárlásával lép majd tovább. A gyülekezet a meglevő imaház felújítása mellett döntött. Az épület bontását 2014 tavaszán lelkes munkával kezdte meg a gyülekezet, a körzet testvériségével közösen. A gyülekezetnek 1,8 millió forintja volt ekkor az építkezésre. Az istentiszteleti alkalmakat a bontási és a felújítási munkák alatt a lelkipásztor lakás emeleti szobájában tartotta a gyülekezet. Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára ige olvasása és ige hirdetése következett. A főtitkár méltatta az elszántságot, a sűsápi gyülekezet kitartását. Többiek, ti sokat dolgoztatok itt, de az igazi építő Isten. És jó volt látni akár Bákonyi testvér elszántságát, amikor ezen a helyen beszélgettünk, és még a régi imaház volt, repedezett falakkal, és adtunk néhány tanácsot, aztán ő másként, vagy másként szerették volna, és azt mondom, hogy jól akarták. Jó volt látni a kitartást, hogy volt elkötelezettségetek, és elvégeztétek ezt a munkát. Köszönjük! És legyen az Úrtól is áldás az életeteken, minden elvégzett munkán. De mégis ő az építő. Ezeken az épületnek a falait ő tartja egyben. És a további munkáknak is ő a garanciája. Higgyétek, itt van az Úr közöttünk, itt van közöttetek. És ennek a gyülekezetnek, ennek az imaháznak a megáldása őtőle jöhet. Hittel elmondott imádságainkat meghallgatja, szükségeinkre válaszol az ígével, összeforraszt bennünket igazi testvéri közösségbe, és szolgálatba von be az ő országa építésébe. Történjen ez Isten áldásával. Amen. A köszöntések sorában elsőként a Rákos Csabai gyülekezet vezetője László Gábor lelkipásztor szólt. Visszaemlékezésében elmondta, hogy 3 éve tartozik a Rákos Csabai gyülekezethez a sűsápi közösség. Az ige hirdetések eddig vasárnaponként a lelkipásztori lakásban voltak. Az imaházból fakadóan más funkciókat is betöltsünk. És ez a hely lehet a település számára és a környezet számára is lelki kórház, lelki betegek istápolója, ez a hely lehet családsegítőközpont, ez a hely lehet házassággondozó hely, ez a hely lehet bűnmegelőzési központ, ez a hely lehet
bűnösök új életkezdésének a támogatója, és ez a hely lehet akár munkanélkülieket munkához segítő hely is. Mert ahol a Krisztus a központ, ott az emberi élet teljességgel megváltozik és meggyógyul, és nem csak azoké, akik a közösségbe szorosan beletartoznak, hanem azoké is, akik hallják az imádságot és az evangéliumot. Én hiszem, hogy nem csak a gyülekezet életében, hanem a város életében, a környezet életében is igaz, e ház felépülése kapcsán, hogy aki bőven vet, az bőven is arat. Pap Szabolcs, a budapesti baptista egyház kerület elnöke ajándékkal érkezett. És tudjuk, hogy a falak, ahogy épülnek, azok sosem kapásból és egyből nagyon simák és rendezettek, hanem szükség van még az utó munkálatokra is. Azt kívánom a egyház kerület nevében is, hogy gyülekezet adjon teret és lehetőséget a Szentléleknek, hogy el tudja végezni azt a munkát, amely olykor szükséges, amikor egy gyülekezet lelkileg építkezik, és amikor lehetnek köztünk feszültségek és nézeteltérések is, és a Szentlélek elsimíthatja, és rendbe teheti a különböző feszültségeket, hepehupákat, és szép és egyenes lesz nem csak az imaház fizikai fala, hanem talán a lelki falak is a Szentlélek munkája nyomán kisimulnak, és szépek és épek lesznek. Ezt kívánom a kedves testvéreknek, hogy így építkezzenek, létrehozva az egységet, hogy ez megteremje, vagy lehetővé tegye a Jóisten áldásainak is a kiáradását, és ezen az eszközön lóg egy cédula, ez nem a rajta felejtett árcédula, hanem egy igevers. A 133. Zsoltárból jól ismerjük ezeket a gondolatokat. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld áldást az Úr és életet mindenkor. Ezt kívánom a kedves gyülekezetnek is, és hát átadom a lelkipásztor testvérnek. Köszönjük szépen. Eszközt. Horénka László Sűsjár polgármestere köszöntőjében a társakat, a társaságot emelte ki. És bizony a vallásos ember is jobban szeret talán társaságban lenni, és társaságban megélni a vallásosságát. Ahogy Jézus Krisztus is mondta, hogy ahol ketten vagy három az én nevemben összejönnek, én ott leszek köztük. Én azt kívánom, hogy mindig legyenek ebben az imaházban ketten vagy hárman, vagy akár sokszor ketten vagy hárman, össze tudjanak jönni, és Jézus itt legyen önök között. És Isten áldása, azt gondolom, hogy rajta van ezen a közösségen, hiszen megáldotta, amikor erőt adott ennek az imaháznak a felépítéséhez. Az ünnepi köszöntések sorát a sűsjápi pünkösdi gyülekezet vezetője Kartoletti Norbert lelkipásztor, Lukás Gyula és Nagy Sándor korábbi lelkipásztorok zárták. Végezetül Bákonyi Tibor gyülekezet vezető köszönet nyilvánítása következett. Kiemelte mindazokat, akik kétkezi munkával vagy anyagilag járultak hozzá az épület újjáépítéséhez. Gondolatait a jövővel zárta. Bizakodik abban, hogy a gyülekezet létszáma gyarapszik, és az imház benépesedik. Számunkra, bár kevesen vagyunk, az ige azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman, mi ettől jóval többen vagyunk, mert háromszor ketten vagy hárman vagyunk, és de hiszem és vallom azt, hogyha ide olyan hűségesen és szeretettel, mint ahogy az építkezés alatt is történt a gyülekezetben, a közösségben, olyan szeretettel fogunk járni, akkor az Úr nem kettő-háromszor három személy lesz, hanem ezek az üres székek, amelyek még jelen pillanatban személyre várnak, hogy megteljenek, az be fog következni. 2013-ban kezdődött az építkezés. Már korábban, az 1920-as években felépített a közösség egy imaházat, de az elmúlt években romossá vált, elsősorban a főút forgalma miatt ez az imaház, és szükségessé vált az újjáépítése, mert életveszélyes lett. Először úgy gondoltuk, hogy csak részleges
átépítés szükséges, de végül az egész épület megújult az alaptól kezdve. Azt hallottuk, és elhangzott többször is, hogy ez az Istennek volt köszönhető. Ön ezt hogy látja? Feltétlen így látom. Istentől van minden az életünkben, minden adomány, és minden sáfárságra kaptunk. Az anyagi javakat, az egészségünket, az erőnket. Mindezeknek az ismeretében épült fel ez az imaház. Elsősorban a helyi kisközösség áldozatvállalása nyomán, azon kívül a Rákoscsabai Baptista gyülekezet, a Budapesti Egyházkerület támogatta az építkezést, de jelentős összeggel hozzájárult Csíksávváros önkormányzata, a helyi római katolikus egyházközség és a helyi pünkösdi gyülekezet. Tehát egy összefogás eredménye ez a szép épület. A ma esti átadón többször elhangzott, hogy a Csíksávi gyülekezet egy kis gyülekezet, de országszerte bizonyára nagyon-nagyon sokan vannak. Mit jelentenek ezek a kis gyülekezetek a teljes egész számára? A nagy közösség az természetesen sok ezer, sok millió baptista világszerte, de mindig a kis közösségek jelentik az alapot, és amikor a bibliai korban az első gyülekezetek munkája elindult, akkor házanként gyűltek össze. És ott idézték föl, hogy miket is hallottak Jézustól. Aztán a misszió, a baptista misszió is az 1800-as évek közepén, végén erősödött föl igazán Magyarországon. Akkor így kezdődött, hogy a misszió munkások mentek, és házaknál tartották az alkalmakat. És ezekből az Isten, kis Isten, házi Isten tiszteletekből nőttek ki a gyülekezetek. Sok kis gyülekezet van ma Magyarországon is. Egy kicsit átalakult az egész egyház szerkezete. Korábban rengeteg földműves volt az egyházban, és ezek vidéki kis településeken éltek. Aztán sok fiatal sokat tanult, és így kerültek be nagyvárosokba. És ma is sok-sok vidéki kis gyülekezet él, ahol ott maradtak az idősek, illetve a helyben munkát találók. De akik a nagy gyülekezetekben, nagyvárosokba eljöttek, mindig hálaadással tekintenek vissza erre a szellemi bölcsőre, hogy ott érte őket az első hatás, az evangélium ott érte el, a hitük ott bontakozott ki. Én magam is egy kis gyülekezet Máté Szalkára emlékszem, így az édesapám szolgált ott, és mindig ott van előttem ennek a gyülekezetnek a képe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Sűsáp most nem túl nagy létszámú gyülekezet, de azzal a reménységgel vagyunk, hogyha volt ereje egy imaházat megépíteni, akkor az a cél is megvalósul, hogy növekedni fog, nem csak hitben, hanem számban is a gyülekezet. Ennek az imaháznak a megépülése egy nagy összefogás eredménye. Még a katolikus egyházközösség is adott hozzá, segítségükre volt. Többen is segítségükre voltak. Mennyire jellemző ez, hogy ekkora összefogással tudnak megvalósítani valamit? Igazán mindig így valósul meg az imaházépítés, csak sajnos ahogy a törvények változnak, szakfeladatokat már nem lehet házilagosan elvégezni. Régen úgy épültek a templomok, hogy összefogtak a hívek, hozták a saját értékeiket, gyakran eladtak az értékeikből valamit annak érdekében, hogy tudjanak támogatást adni. Volt olyan, aki eladta a tehenét, valamilyen más értéket, azért, hogy azt behozza. Az összefogás az nagyon-nagyon jellemző a mi közösségeinkre. A gyülekezetekben ezt munkáljuk, hogy találják meg egymáshoz a hangot és együtt. Van egy gyönyörű kép előttem, hogy amíg két ember egymást nézi, addig megtalálja a hibát a másikban. Ha együtt néznek egy közös irány felé, akkor nem egymást fogják nézni, hanem a célt és a célhoz vezető utat. Én ezt látom a gyülekezetekben nagyszerűen megvalósulni. Kedves nézőink! Műsorunk második részében az augusztus 27-i Sűsápi Városnap kulturális programjaiból láthatnak összeállítást. A rendezvényen a Tápió Plusznak interjút adott Vastag Csaba, az est sztár vendége. Csaba elárulta, visszatér még a településre. Maradjanak velünk!